A vajdasági parlament mai rendes ülésén első napi rendi pontban vitatta meg a jövő évre vonatkozó költségvetés javaslatát. Ezzel kapcsolatban kérdezem Pelti Ilonát, a VMS vajdasági parlamenti képviselőjét. 5 milliárddal több lesz jövő évben a büdzsében, 5 milliárdos többlet, ez mit jelent? Mindenképpen azt jelenti, hogy egy tartalmas év elé nézünk, projektekben gazdag év elé nézünk. Én kiemelném azokat a projekteket, amelyeket a köztársasági és a tartományi költségvetésből egyszerre finanszírozunk, ezek pedig a Szabadkai Népszínház, felét a köztársaság, másik felét pedig a tartomány pénzeli. Ennek az összege összesen 333 millió dinárt tesz ki. Nagyon fontosnak tartom megemlíteni az újvidéki tehát a Vajdasági Rádiótelevízió épületének a felújítását, ez 1 milliárd 805 millió dinárt tesz ki, ugyancsak a felét a vajdasági költségvetésből, a másik felét pedig a köztársasági költségvetésből fogjuk pénzelni. Nagyon fontosnak tartom elmondani azokat az oktatási intézmények épületeinek a felújítását, azokra szánt összegeket. Azt gondolom, hogy ez tovább fog zajlani, ezeknek az oktatási intézményeknek a felújítása, és nem utolsó sorban a Magyar Szó napilapnak is 5%-kal nagyobb lesz a költségvetése. Van még egy újdonság a költségvetésen kívül, a kisebbségi nyelveken is igényelhetik a parlamenti bizottsági tagok a különböző anyagokat, a különböző üléshez szükséges anyagokat, ez mikortól lép életbe, és mi minden tartalmaz ez a rendelkezés? Ez júliustól lép életbe, és nagyon fontos azt tudni, hogy aki igényt tart rá erre a szolgáltatásra, annak ezt jelezni kell évente egyszer, és abban a pillanatban ő ezt minden alkalommal azon a nyelven, amit ő igényel, tehát legyen az magyar, szlovák, vagy más használatban lévő nyelvre lefordítják az anyagot. Köszönöm szépen. Én köszönöm a lehetőséget. A Vajdasági Parlamentben Pelt Ilonával, a VMS tartományi parlamenti képviselőjével beszélgettem.